Két előadást is beiktattak a szervezők a kamarai küldöttgyűlés elé. Kis Benedek, az Attractó ZRT marketing igazgatója az okostelefonok új alkalmazásairól beszélt. Elhangzott, hogy az Enterprise Europe Network segítségével már nem csak a kontinensre érdeklődnek irántuk. Mint mondta, 35 embert foglalkoztatnak, és már olyan ötleteket is megvalósítottak, ami nem feltétlenül az üzleti érdekeket szolgálja. Különösen büszkék vagyunk a Magyar Vörös Keresztre, akiknek ajándékba fejlesztettünk egy balatoni elsősegély nyújtó alkalmazást, ami arra jó, hogy ha valakivel bármilyen baj történik a nyaralása során, akkor telefonja segítségével azon a legközelebbi elsősegély nyújtóhelyhez tud navigálni. Professzor dr. Reknitzer János, a Széchenyi István Egyetem rektorhelyettese a megye településfejlesztési koncepciójáról tartott előadást. Mint megtudtuk, egy 6 pilléren alapuló terven dolgoznak, ami a 2014-20-as időszak munkáit készíti elő. Tőlünk 90 kilométerre van Pozsony, Európa 5. leggazdagabb régiója. Bécs pedig a 9., vagyis itt vagyunk Európa egyetlen olyan térségében, amelynek szomszédai mind a top 10-ben vannak. Mindez a napjainkat is befolyásolhatja, ennek kell megtalálni az előnyeit, mondja a professzor. Pozsony hatása már a Szigetköz közepéig terjedt, tehát ma már Pozsony agglomerációnak kell tekinteni Óvár és környékét. Ma már ott a szlovák vásárlások vannak, a lakásvásárlások, letelepedések, áttelepedések történnek, nagyon erős integrációs folyamatok indultak meg, az óvodában szlovákul is kell tanítani gyerekeket, ami nem egy rossz dolog, hiszen Pozsony három nyelvű város volt, nem? Valamikor, hát most egy kicsit másik oldalra kerülnek ezek a súlypontok. A kamarai munkáról Mihalic Antal beszélt a küldötteknek, aki egy hasonlattal illusztrálta a munkát. Hogyha azt mondjuk, hogy a tél a természetben a felkészülésnek az ideje, a tavasz a kivirágzásé, a nyár az érésé, az ősz pedig a betakarításé, akkor azt gondolom, hogy ha ezt párhuzamba állítjuk a kamara munkájával, a kamarai elnökségi ciklusnak a munkájával, akkor a 2012. októbertől a mai napig eltelt időszakot a téli időszakkal tudnám összehasonlítani. Az eseményen többen gazdasági és szakképzési kitüntetésekben részesültek.